széltem egy fa tetején, senkinek le nem hozom. Maradok tisztelettel ott, kökölök imazott, aztán... Most 30 éve épült, vagy adták át a faluházunkat, és bizony ez egy jelentős dolog, nem is gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan megy az idő, és 30 év telt el azóta, hogy ez a hatalmas épület megkezdte működését. Valójában egy nagyon gyors szervezésre volt szükség, és az alkalomhoz is kötni kellett a falunapunkhoz, hogy ugye tömbösítve lehessen megrendezni ezeket az összejöveteleket. Tehát most gyorsan kihasználták ők az alkalmat, kihasználtuk az alkalmat arra, hogy összejöhettünk, de valójában decemberben akarunk csinálni egy ennél nagyobb szabású rendezvényt, amikor már kiadványt is tudunk megjelentetni, és kézbe tudjuk adni ennek az épületnek a történetét. Az itt lévő szoborpark is már ezt mutatja, vagy legalábbis ugye a Baracs vezér szobrának a koszorúzása azt mutatja, hogy próbáljuk feltárni örök próbálunk egy kicsit úgymond a gyökerek után ásni, és fiataljainknak, lakosainknak megmutatni azt, hogy mi is az a terület, ahol ők élnek. Mi szeretnénk azt, hogyha a lakosok aktívan megjelennének a mi rendezvényeinken, és pontosan tudnák, hogy hol élnek. Nagyon aktívak a nyugdíjasaink, akiket ki kell emelni minden tekintetben. Nagyon sokan költöztek hozzánk az utóbbi időben, elég jól fejlődik a településünk, és ezt a környékünkön is észrevették. Hát elsősorban a közeli városból, Dunai városból költöznek ide nagyon sokan. Nekünk ez öröm, egyáltalán nincs eladó ingatlan, azt mondhatjuk. Folyamatosan fejlődünk. Az óvodánk már kicsi, most adtuk át 3 évvel ezelőtt, 100 fős óvoda és már kicsi. Hamarosan átadásra kerül a bölcsöde is, az még talán nem kicsi, de ott is elérjük a maximális létszámot hamarosan. Folyamatos fejlődés van, nincs megállás. Az elmúlt 10 év egy nagyon sűrű és nagyon hasznos munkatevékenység volt, és amire nagyon büszke vagyok az, hogy nagyon sokan mellém álltak ebben, és segítették a tevékenységet, felismerték azt, hogy ez egy olyan lehetőség, amiben, hogyha közösen dolgozunk, akkor nagy eredményeket tudunk elérni, meg hogy hittek nekem, és elhitték azt, hogy meg lehet csinálni, sok mindent meg lehet csinálni, többek között ezt is, ezt a parkot, ahol most vagyunk, és hogy lesz nekünk egy saját szobrunk, ami úgy nézett ki, hogy ha valami, akkor ez valóban nem annyira szükséges, de én úgy gondolom, hogy szükséges, és jelenítsük meg a múltunkat. Ez egy kis szeletkéje az elmúlt 10 év munkásságának, de nagyon látványos szeletkéje. Fogadják szeretettel, illetve fogadjátok szeretettel ezt az összeállítást, amit összegyűjtöttem a 30 éves évforduló alkalmából. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Gróf Széchenyi István szavaival köszöntöm én is sok szeretettel vendégeinket, mindenkit, aki megtisztelt bennünket ma jelenlétével. A sokakban felmerülő kérdésre, hogy miért éppen most tartjuk a Faluház 30-as évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést, a válasz a következő. Úgy érezzük, hogy ezt a Baracs életében meghatározó jelentőségű eseményt mindenképpen fontos közösen megünnepelnünk, és nem szeretnénk, ha ezt az esetlegesen később ismét kialakuló pandémia megakadályozná. Szándékunk az volt, hogy ez az ünnepség elindítója is legyen annak a közös gyűjtőmunkának, amelynek eredményeképpen a 2021. december 5-i 30 éves születésnapra egy kiadvány is elkészülhetne a faluház történetéről. Ehhez várjuk a falu lakosságának ötleteit, javaslatait, leírt történeteit, tárgyi emlékeit, fényképeit, stb. Először is azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog a tisztelet és a köszönet azoknak, akik a faluházat annak idején megépítették, felépítették és társadalmi munkában létrehozták. A képviselő köszönetet mondott azoknak is, akik abban az időben vasműs kapcsolataik révén hozzájárultak ahhoz, hogy ez az épület minél alacsonyabb költségvetéssel jöhessen létre. Hegedűs Edit volt az, aki utána idejött és elkezdte szervezni a faluháznak az életét. Nagyszerű élmények fűződnek ehhez, hiszen akkor kezdtük a néptáncoktatást itt a faluházban a legkisebbekkel, és még a mai napig tartó nagy élmény az első Tititán Néptánc Fesztivál, amikor itt voltunk több százan gyerekek,
gyerekekkel és főleg gyerekekkel, nagyszerű néptáncpedagógus kollégákkal a faluházban megtöltöttük a nagy termet és a faluház környékét. Számos eseményt lehetne még kiemelni, de egy volt, ami talán a mai nap aktuálitása is lehet, az például, hogy itt járt nálunk Kovács Zsófia, aki annak idején ugye az olimpikon tornászunk, aki akkor érkezett ide hozzánk, amikor éppen Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert Kolozsváron, és egyéni összetettben nyert ezt az érmet, és kijött, megnézte a baracsi tornász gyerekeket, hogy nekik is gratuláljon, és sok sikert kívánjon nekik. Hát mi most innen kívánhatunk a 30 éves faluházból Kovács Zsófinak azért az eredménye gratulációt, illetve köszönetet tudunk neki mondani, amiért most az olimpián nagyszerűen tornázott, és azt hiszem, hogy igazi példaképpé vált. Rengeteg élmény fűződik hozzá, nem csak az én korosztályomnak, hanem a nálam idősebbeknek is, hiszen az idősek világnapján is számos olyan esemény történt, olyan nagyszerű előadók voltak itt a színház teremben, akiknek a műsorai fantasztikusak voltak. Gondolok én most csak Oswald Marikára, de hát még rajta kívül számos nagy művészt láthattunk vendégül, Rékasi Károlyt és feleségét. Tehát nagyon-nagyon nagyszerű rendezvények voltak, a nőnapokat is kiemelhetem, ahol azt gondolom, hogy azok az előadók, akik idejöttek, mindent megtettek azért, hogy a nőknek, a mi nőinknek, a mi asszonyainknak maradandó napot alkossanak. És bízom abban, hogy lesz még számos olyan nap a jövőben, amikor hasonló élményeket kaphatnak, akik idejöttek. Hogy sporteseményt is mondjak, természetesen a labdarúgó események, kispályás labdarúgó mérkőzések, labdarúgó kupák, amik a teremben voltak, felejthetetlenek, ugyanúgy, mint az IASZ versenyek, melyeket Bitó Ildikóék szerveztek. Aki még nem járt ilyenen, érdemes bejönni, hogy ki vannak állítva itt az állatok, hát természetesen műállatok, és azokat különböző távolságokból lövik az IASZok. Fantasztikus hangulatú versenyek ezek. Bízom benne, hogy lesz még sok falukarácsonyunk, bízom benne, hogy lesz még sok néptáncfesztiválunk, IASZ versenyünk, kispályás mérkőzések, és rengeteg-rengeteg olyan kulturális bemutató, amelyek majd növelni fogják azt a hírnevet, amit a faluház megérdemel, hiszen ahogy mindenki látja, egy gyönyörűen felépített faluházunk, egy nagyon szép könyvtárunk van, úgyhogy remélem sok olvasó, sok látogató jön még a faluházba. Amikor mi Barica Csillával ide kerültünk, akkor éppen nem volt főállású népművelő a faluházban, és Juhász Ferenc volt az AMK igazgatója, és a cél az volt, hogy az elődeink által kialakított kulturális hagyományokat tovább őrizzük, tovább vigyük, illetve saját ötleteinkkel lehető legtöbbet hozzuk, amit adni tudunk. Csilla rettentően kreatív volt abban, hogy kézműves foglalkozásokat, játékokat szervezett. Én pedig úgy éreztem, hogy valahogy egy kicsit szeretném, ha a házon kívül is kimozdulnánk, és ezért különféle turisztikai közösségeket, színházlátogatást kezdtünk, hoztunk létre. Többször utaztunk budapesti színházakba. És ami nagyon fontos volt itt, hogy rettentően örültek a helyi sportolók, hiszen abban az időtájban alakult ki, hogy a tornatermet elkezdték bérelni, és egyre több lehetőség, tehát nem csak a futball, nem csak a kézilabda, hanem lehetőség nyílt teniszsel. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy este 10 óráig mozgalmas élet zajlott a faluházban. Az én gyermekeim ide jártak iskolába, és ebből adódóan számtalanszor megfordultunk itt a faluházban. A legjobb élmény az, hogy a néptáncot itt kezdték el. És ez a hely az, ahova leginkább kötődnek ők is, hiszen minden napjukat itt töltötték, délelőtt ugye a tanórákon, a testnevelés foglalkozásokon, délután pedig a néptáncon. Ez hogy miért érdekes? Ez azért, mert még a kisebbik gyermekem annyira pici volt, hogy ő nem tudott beállni táncolni. Ebből adódóan nagyon praktikusan bementünk a könyvtárba, hogy amíg a nagyobbik, a Tamás táncol, addig a kicsivel, az Áronnal is eltöltsük az időt. És Áronkával már 2 éves korában könyvtárba jártunk, ami nagyon hasznos volt, és akkor megnéztünk mindenféle nekivaló könyvet, de ez nem tartott sokáig, mert Áronka ott hagyta a könyveket, és bekuncsorodott valahogyan mégiscsak a néptánc közé, úgyhogy elég korán el tudta ő ezt kezdeni.
Ez az egyik ilyen élmény, a másik pedig talán egy ilyen szélesebb, focira hoztam szintén ide a gyerekeket, és az a testnevelő tanári ismeret, hogy mind edzésen, ez már edzés, ugye, de a testnevelő tanár nyilván délelőtt foglalkozott a gyerekekkel, délután foci edzés volt, és pontosan tudta mindegyik gyermekről azt, hogy hol lakik, a tesó mikor jön érte, a szülő mikor jön érte, és itt az edzésteremben pontosan megvolt az, hogy melyik gyereket mikor fogja elengedni, és hogyha valamelyik gyerek kicsit már kutyákodni akart, mert előbb akart volna elmenni, akkor mondta neki, hogy nem, még a buszod nem indul, még nem mehet. Tehát az a figyelés, az a gondoskodás, és ez nagyon sokat jelentett nekünk is, és akkor én is úgy megnyugodtam, hogy itt a gyermekek milyen jó helyen vannak, és gondos odafigyeléssel. Ez Benke Zoli bácsi volt annak idején, ez a testnevelő tanár. Nagyon szerencsések vagyunk, mert az elmúlt időszakban a faluházvezetőnk Miskolci Ildikó, illetve az ő segítője Sipos Kornélia feladatai közé tartozik ez. Azt tudom elmondani, hogy az elmúlt 15-16 évben az én feladataim voltak ezek is, a falunap megszervezése, de mivel ilyen szuper segítőim lettek, még a Garbac Angélát is megemlíteném, csak ő már sajnos elköltözött Baracsról, tehát ők levették a vállamról ezt a feladatot. A képviselőtestület idézőjeles feladata ugye a mai napon Baracs vezér megkoszorúzása volt, ezt minden évben elvégezzük, illetve a holnapi nap lesz a falunap, az ünnepi műsor, ahol is kiosztjuk a Baracs községért díjakat, illetve a Baracs díszpolgári címet, illetve lesznek még egyéb díjazottak is. A Nyugdíjas Klub keretein belül működő Vadalma Fadalkör állandó résztvevője és szereplője a baracsi rendezvényeknek. Erre az alkalomra is az ünnephez méltó műsorral készültek. A Nemzet Dala az egyik, a másik pedig a Hazám, Hazám, Édes Hazám. Tehát inkább ez nem a népdalról szól, hanem inkább az ünnepségről. A legközelebbi az holnap lesz. Holnap is énekelünk, felkértek bennünket az ünnepségen, tehát ott is fogunk szerepelni. Van meghívásunk, tehát nem itt helyileg lesz, hanem Dunaújvárosban. A Buzavirág népdalkör rendez egy ilyen népdalkör találkozót, és 28-án oda megyünk majd, augusztus 28-án. Szeptember 11-én pedig Sárosdra, kézműves vásárra megyünk. Ezer ősőt Tildája vezesse lépei, mint csillagot követnek hírei. Elég régóta, tehát már ilyen 12-13 éve járok ide a dalkörben, és vezetem őket. A közelben lakom Hantoson, és a testvérem vezette a dalkört még ő volt az elődöm, és akkor ő egyszer megkért, hogy jöjjek el segíteni neki citerázni, és akkor így maradt rám a dalkör, amit nagyon-nagyon nagy szeretettel vezetek, és szeretek ide járni Baracsra. Hát nagyon barátságosak, nagyon szeretnek engem, olyan, mint a nagyon sok nagymamám és nagypapám lenne, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretnek ők engem. Lovon majd tovább. Örök fény,
Várai Róbert polgármester a koszorúzás előtti beszédében elmondta, hogy a kétnapos rendezvénynek különös értéke van, hiszen a baracsiak olyan ünnepe ez, amit maguk hoztak létre, saját maguknak, és maguk is valósítják meg a településen élőkkel. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm külön Szentegyházáról érkezett vendégeinket, akik most nem a hivatalos küldöttség része, hanem magánkapcsolatok eredménye, ami külön nagy öröm és megtiszteltetés, mert lám már így is működik. Hatodszor jöttünk itt össze, 2015-ben lett ez a szobor felavatva, és ahhoz, hogy egy kicsit a történelmet átvegyük, néhány szóba ismertetném történelem tanárunk, Horváth Béla tanár úrnak az összefoglalóját, hogy mi is az a szobor, mi is az a szellemiség, ami előtt évről évre tiszteletet adunk. A máig is élő akadémiai felfogástól alapjában eltérő dr. Makkai János régész professzor elmélete és bizonyítékai szerint az árpádiak honszerzői biztosan türk lovasiász hadsereg volt, a magyar nyelvű köznép pedig korábban érkezett. Ugye ezt én azért úgy föl szoktam olvasni, vagy időszakonként úgy előveszem ismétlő jelleggel, csak az miatt, hogy úgy tudatosuljon bennünk, hogy van egy ilyenfajta történelem szemlélet is, hogy az árpádiak beérkezését megelőzően itt ezen a területen minden bizonnyal már a magyar nyelvet beszélő köznép már itt volt. Az Urál nyugati oldaláról két hullámban sodorták ide a Kárpát-medencébe az 560-as években a türk-török nyelvű avar-hun, majd a 670-es években onogur-bolgár urai. Krisztus után 800 körül a frankok és a bolgárok megdöntötték ugyan a várkony-onogur hatalmat a Kárpát-medencében, de a nagy létszámú, talán félmilliónyi földművelő, állattartó népesség, amely zömében magyarul beszélő köznép volt, ugye itt 800-ról beszélünk, 800-as évekről, magyarul beszélő köznép volt, megmaradt és megérte Árpád szintén türk-török dialektust beszélő seregének bejövetelét. Árpád ősapánk 70-80 ezer fős kiváló hadserege nem csak meghódította e hatalmas és csodás Kárpát-medencét, hanem megmentette a zömében magyar nyelvű köznépet a frank és szláv beolvadástól is. Az árpádi türk hódító elit nem a saját török nyelvét terjesztette el közöttük, hanem a dolgok természetes rendjének megfelelően nyelvileg beléjük olvadt. Kultúrájának számos vonását azonban az új nyelvén magyarul is megőrizte, sőt, áthagyományozta az alap lakosságnak. László Gyula régész professzor ezen elméletet egy igazabb magyar őstörténet megalapozásának tartotta. Itt a mi környékünkön is nagyon sűrű az avarkori település hálózat. Török nyelvű uraik alatt éltek itt századokon át békességben magyar nyelvű alattvalóik is. Ó török jövevény szavaink is itt a Kárpát-medencében legalább három hullámban kerültek be nyelvünkbe. A két különböző nyelvet beszélők közötti kapcsolatról alig tudunk valami biztosat, mert a temetők csontjai és mellékletei erről nem beszélnek. Az élet a Dunántúlon is folyamatos volt, a 6.-10. században nem pusztultak ki itt az emberek, a frank hódításkor sem. Sőt, rájuk vonatkozik az a 865-ös frank krónikás adat, hogy az avarok népe mind megkeresztelkedett. Ez azért fontos, mert hogy ha majd valaki augusztus 20-án eljön a templomkertbe, vagy aki megszokott ott jelenni, ugye arról a korról szoktunk beszélni, Szent István koráról, volt már róla előadás, tehát ez is megemlíti azt, hogy az avarok népe mind megkeresztelkedett, 865-ről beszélünk, tehát itt azért így a
a Koppányi Szent Istvános dolgokat újra kell értékelni sok esetben. A falu nevének ilyetén való születését és folytonosságát nem tudjuk sem bizonyítani, sem tagadni. Legfeljebb hihetünk benne. A Baracs nevű férfi személy lehetett akár már az 568-as évtől, vagy a 670-es évektől, netán 895-től itt, a Duna melletti szőlődombokon, mint Várkony vagy Onogur úr. Tehát bizonytalanságaink vannak, azonban, hogyha elhatározzuk azt, hogy már pedig mi úgy gondoljuk a történelmi felvetéseken nevelkedve, ezt magunkévá téve, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, és elhisszük, és tudjuk, és a későbbiekben bízunk benne, hogy gyermekeink, unokáink komoly bizonyságot is fognak találni hozzá, akkor bizony mondhatjuk azt, hogy gyökereinket jó hosszúra, jó mélyre az időben visszaeresztettük, és tartásunkat megadhatja. Baracs vezér szobra körül faragott faoszlopok adják a művészi hátteret. Az oszlopok egy alkotótábor alkalmával készültek, elhelyezési módjuk az augusztusi Orion csillagképet formázzák. A térre színpad is épült, és az immáron hagyományos koszorúzás mellett különböző rendezvényeket is tartanak a Ligetben. Amikor az alkotótábor annak idején ezeket a jelképfákat megfaragta, akkor az egyik művész úr, Móder Rezső, aki mindenki által ismert, Dunajváros és környékén egy teljesen ikonikus alakja a szobrászatnak és a képzőművészetnek, azt mondta, hogy ő pontosan tudja, hogy Baracs vezér az egy smafu volt. Nem a vezér volt itt a lényeg. Megdöbbenve néztük, mert hiszen hát azért mi úgy keményen oda tettük magunkat a vezér mögé, hogy mégiscsak azért nekünk ő az, aki. De a művész úr azt mondta, hogy ez nem így van, tudjuk mindannyian, hogy Baracs vezér felesége volt a valaki, hiszen Baracs vezér felesége volt az, aki a vezéren keresztül irányította ezt a vidéket. Valljuk be őszintén. Hát ki bevallja, ki nem. Móder Rezső művész úr ennek megfelelően megfaragta Baracs vezér feleségét, amely alkotást ajánlok mindenkinek a figyelmébe. Nagyon érdekes a szobor. Baracs vezér felesége mossa a haját a patakban. Talán, hogyha valaki nem ismeri föl, el kell, hogy mondjam, hogy úgy mossa a haját a patakban, hogy leveszi a fejét a nyakáról, és ugye ez már a Móder-féle szabad gondolatvilág, mert tudjuk azt pontosan, hogy ez egy sámán asszony volt. No hát, ezekre gondoltam, hogy vegyük át újólag egy kicsit a történelmünket, vegyük át azt, hogy a kozmoszban hogy helyezkednek el a vezért védő csillagok és az Orion csillagkép itt körülötte, azaz a nagy vadász vigyázza a mi Baracs vezérünket. Én kívánom mindannyiunknak azt, hogy az ő oltalma terjedjen ki ránk és minden egyes falunkban élőre és hozzánk látogató vendégre, és Baracs vezér teremtse meg a szeretetet, az együttműködést és a félelemmentes együttléteknek a korszakát. Mindannyian tudjuk, hogy milyen időket élünk, hamarosan megint be leszünk zárva, ütemszerűen. Most egy kis kiengedés van. Bízunk benne, hogy a vezér segíteni fog abban, hogy minél többször, minél szabadabban tudjunk találkozni itt és mindenhol itt a faluban. Örök fény, örök vám,